Évről évre nő a cukorbeteg gyermekek száma. A betegség kialakulása sok esetben megelőzhető lenne. Oda kell figyelni a jelekre, és időben szakemberhez kell fordulni. 150 millió forintos beruházás a Jósa András kórházban. Szociális blokkokat újítottak fel, és új nővérhívó rendszert telepítettek a pulmonológiai osztályon. Megháromszorozódott az egyes típusú diabéteses gyermekek száma az elmúlt 30 évben, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az egyes típusú, vagyis a vele született cukorbetegség egyre több gyermeket érint, és már csecsemőkortól jelentkezhet. Fontos a betegség korai felismerése és kezelése, melyhez nagy segítséget nyújt az inzulinpumpa, amely a legkisebb gyermekek inzulinadagolását könnyíti meg. A cukorbetegség kapcsán élesen el kell különíteni az egyes és a kettes típusú cukorbetegséget. A betegség előfordulása a 6 év alatti korosztályban aránytalan mértékben megnőtt, tájékoztatott dr. Kántor Irén gyermekorvos. Ahhoz, hogy az érintett gyermekek teljes életet élhessenek, fontos a megfelelő terápia és a tünetek időben történő felismerése. A cukorbetegségnek három vezető tünete van, sokat iszik, sokat pisil, fogy. Köznyelven ezt így lehetne legjobban megfogalmazni. Hát ki mikor veszi észre ezeket a markáns tüneteket, hogy sokat iszik, sokat pisil a gyermek, az egy nyári időszakban nem mindig feltűnő, de akár pici gyerekkorban, akár csecsemőkorban is ez lehet a nyugtalanságnak a hátterében, hogyha egy akár kisiskolás, óvodáska is nagyon sokat iszik, nagyon sokat pisil. Akkor szokott ez nagyon markáns lenni, ez a tünet, amikor egy addig éjszakai bevizeléstől mentes, nem, éjszaka már nem bepisilős gyermek, hirtelen megint elkezd bepisilni, akkor érdemes erre gondolni. A szakember elmondta, hogy az egyes típusú cukorbetegségnek a mai tudásunk szerint egyelőre nincs más kezelési alternatívája, csak az inzulin. Az inzulint jelenleg kizárólag tűvel tudjuk bevinni a szervezetbe. Fontos, hogy a kisgyermekek esetében ezt a lehető legkevesebb fájdalom okozásával tegyük meg. Ez történhet naponta többszöri szúrással, inzulinadagoló tollal, illetve a másik megoldás az inzulinpumpa. Az inzulinpumpa az technológiailag sokkal kifinomultabb kezelési módszer, és az inzulin, a vércukornak a kezelését is sokkal pontosabban lehet ezzel irányítani. Nem csak azért, mert hogy az inzulinpumpa nagyon kicsike mennyiségeket képes adni, míg a legkisebb toll is csak legfeljebb 0,5 egység inzulint tud beadni, addig az inzulinpumpával 0,025 egységet is be tudunk adni, és például egy 10 kilós, másfél éves gyereknek néha csak ennyi inzulinra van szüksége. Úgyhogy az egészen kicsike gyerekeknél, ha igazán jól akarjuk kezelni őket, akkor nem is nagyon van más kezelési lehetőségünk. Az inzulinpumpa további előnye, hogy hozzá lehet kapcsolni egy vércukormérő szenzort. A kapott adatokat figyelemmel kísérhetjük az okostelefonunkon vagy az okosóránkon. Mivel az inzulint nagyon pontosan kell adagolni, így ezáltal gyorsan tudunk reagálni arra, hogy mikor etessük a gyermeket, illetve hogy mennyi inzulint adjunk neki. Péntekig lehet jelentkezni a májusi, júniusi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Tájékoztatásuk szerint ebben az időszakban az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek. A tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a megyei, fővárosi kormányhivatalok szerveznek érettségiket. 2019-ben a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 3-ától június 28-áig tart. Az írásbeli vizsgákat május 3-a és 24-e között rendezik, az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdete június 5-e, a vége pedig június 13-a. A középszintű szóbeli vizsgák időszaka június 17-től 28-áig tart. Külön felhívják a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire külön kell jelentkezni, és egyik jelentkezés sem váltja ki, vagy helyettesíti a másikat. A felsőoktatási intézményekbe szintén február 15-éig lehet jelentkezni a felvi.hu honlapon elérhető e-felvételiben. A jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk és a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.
Megújult mosdókat használhatnak a betegek a Jósa András Oktató Kórház Sóstúji úti pulmonológiai osztályán. Az új blokkok kialakítása egy Viszmajor támogatással, összesen mintegy 150 millió forintból megvalósuló fejlesztés első üteme. A munka nem áll le ezzel. A következő hetekben többek között elvégzik a tisztasági festést, és új padló burkolatot raknak le. Egy újabb támogatás segítségével pedig a homlokzati nyílászárókat is kicserélik az épületben. Munkától hangos a Józsa András Oktató Kórház pulmonológiai osztályának Sóstúji úti épülete. Javában dolgoznak a szakemberek, a felújítással javul a betegbiztonság és a páciensek komfortérzete. A munkálatok már rendkívül időszerűek voltak, mondta el Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház főigazgatója. Az épület ez 60-ba épült, 1960-as évek elején, és egy gyakorlatilag jelentősebb felújítás nem volt. Ugye itt a pulmonológiai osztályunk dolgozik, egy nagyon, nagyon komoly szakmai stáb és nagyon komoly szakmai munkát végeznek, hisz egy szerteágazó pulmonológia, az egy szerteágazó tudomány, és nagyon sok olyan része van, amit hát itt a megyében egyedüliként itt történik a gyógyítás. Nagyon mostoha körülmények voltak, itt mondom, ugye egy 60-as évekbe épült épület, rendkívül módon leamortizálódott. Leamortizálódtak a vizes blokkok, olyan állapotba kerültek, hogy a plafon például ugye leszagadt egy részen, de hát azt úgy kellett nekünk utólagosan valamit helyrehozni, hogy majd aztán a végleges felújításnál tudjuk ezt megoldani. Na most ez sikerült most elérnünk. A beruházást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közel 100 millió forintos Viszmajor támogatása segítségével tudják megvalósítani. A fennmaradó mintegy 50 milliót az intézmény saját forrásból finanszírozza. Ebből újultak meg a szociális blokkok, a betegek így már modern mosdókat vehetnek igénybe. A mozgáskorlátozottak külön számukra készült WC-ket használhatnak. Jelenleg az első ütemen vagyunk túl, tehát az azt jelenti, hogy az osztály földszintjén és az első emeletén, a középső traktusban ott új vizes blokkok kerültek kialakításra, és ezeket február 1-től az osztály használatába is állítottuk, és ezzel egy időben átadtuk a munkaterületet az osztály felét, tulajdonképpen a kivitelező részére. Ez az északi oldalát jelenti a földszintnek is és az első emeletnek is, ahol elkezdődtek a felújítási munkálatok, ez lesz a második ütem. Ott is található szintenként vizes blokk, ami meglévő, tehát ott nem bővítésről van szó, viszont teljesen megújul. Épületgépészetileg, burkolatilag és a szaniterek is kicserélésre kerülnek. A munkák során kiderült, hogy a régi nővérhívó rendszer nem bővíthető és működése is bizonytalan. Itt szükségessé vált teljes körű cseréje, amelyre szintén sor került saját keretből. A fejlesztés ezzel pedig nem ért véget. Egy másik Viszmajor támogatásnak köszönhetően kicserélik a homlokzati nyílászárókat az épület mindkét szintjén. A munkálatok várhatóan tavasz végére fejeződnek be, addig is megoldott az érintett betegek mozgatása, ideiglenes átköltöztetése. Bő egy hónap van hátra a következő hosszú hétvégéig, a foglalásokból pedig már most látszik, hogy ezúttal is sokan utaznak majd el. A legnépszerűbb úti célok terén egyelőre nincs nagy változás a korábbi évekhez képest, a legtöbben pedig még mindig szállodákban pihennek a legszívesebben. Idén is bővelkedünk hosszú hétvégékben. Sokan használják ki ezeket a napokat pihenésre, sokan kelnek útra ilyenkor. A legközelebbi hosszú hétvégéig már nincs is sok idő hátra. Március 15-e nemzeti ünnepünk idén péntekre esik, így akkor egy nappal több idő jut a kikapcsolódásra. Érdemes azonban időben szállást foglalni, ha máshol töltenénk a hétvégét. Sok helyen ugyanis már kitették a megtelt táblát. Március 15-ére, aki még eddig nem foglalt, az már nem biztos, hogy minden általa kiválasztott szálláshelyen tud szabad kapacitást keresni, úgyhogy én azt mondom, hogy már azok inkább egy kicsit le vannak maradva, akik akár említsük meg azért tovább, hogy jön a húsvét, jön a pünkös, tehát ugye amik szintén kiemelt ünnepek hosszú hétvégével, tehát ezekre már régóta foglalunk helyeket, illetve a nyári desztinációban, ahogy azt említettem, a Balaton, ugye a Balaton is el lehet mondani, hogy gyakorlatilag aki májusig nem foglalt szállást, az egy kicsit utána már el van késve. A trendek idén nem változtak jelentősen. A legnépszerűbb úti célok is ugyanazok maradtak, mondta el Bicsérdi Rita. Hozzátette, hogy ki merre veszi az irányt, az főleg a pénztárcától függ, vagy attól, hogy a munkáltató a kafetéria keretein belül támogatja a belföldi kikapcsolódást.
Ez mindig árfüggő, hiszen ugye tudjuk nagyon jól, hogy két részre lehet bontani a belföldi turizmust. Egyrészt azok, akik fel tudják használni a szép kártyát, másrészt azokra, akikre a saját erőből finanszírozzák a pihenésüket. Ugye a szép kártyánál ugye meghatározó az, hogy hova utaznak, hiszen magát az úti költséget azt már saját maguknak kell kifizetni. Tehát akinek kevesebb jut erre, az inkább közelben Hajdúszoboszlót szokta választani, aki távolabb is tud utazni, azoknál ugye nagyon közkedvelt ugye a Gyula itt a környékünkön, vagy pedig Dunántúlon ugye a Hévíz tudjuk nagyon jól. A hosszú hétvégék általában ugye azért zömében lehet mondani, hogy a háromcsillagos szállodák azok, amik jobban megtelnek. Viszont a nyári időszakban ugye a Balaton, ami évek óta sláger, és ugye tudjuk nagyon jó, hogy évek óta nagyon jó a vízminőség a Balatonban, tehát az, ami ugye elsődlegesen domináns akár a szabolcsiak, akár a magyar turisták körében is. A GKI digitál kutatása szerint a legtöbben 2-3 hetet szánnak idén utazásra. Belföldön és főként szállodában töltenék szabad napjaikat. Nagyjából kétharmaduk olyan helyet választ, ahol még nem járt, a többiek azonban visszavágynak korábbi pihenéseik helyszíneire. Az utazás során a városlátogatások, a wellness és kikapcsolódás, valamint a vízpart közelsége a fő célok és szempontok. Szedik az útszéli szemetet Nyíregyháza és Újfehértó között. A munkálatok várhatóan 2 hétig tartanak majd. Bordás Béla nyíregyházi városgondnok felhívja az arra közlekedők figyelmét, hogy az érintett szakaszokon különösen odafigyelve közlekedjenek. Kikerüléskor tartsák meg a munkásoktól a kellő távolságot. Hozzátette, a munkások pár óra leforgása alatt több zsák szemetet szedtek össze. Az útmenti szemét nem csak a környezetet csúfítja, hanem a talaj biológiai állapotát is veszi. Újfehértó mutatta be a Mandala Dalszínház legújabb darabját, egy igazi klasszikus feldolgozását, Hippolit történetét a Jászai Mari díjas színművész Mikó István állította színpadra, akinek ez már a 4. rendezése a társulat tagjaival. A tervek szerint a darabot Nyíregyházán is bemutatják majd a 28. Mandala nyár keretein belül. Hogy is hívják, kérem? Engem szolgálatára Hippolit. Rendben van, de mi a keresztneve? Azt mondom, kérem szépen, a keresztnevemet. Hippolit. Acsai Hippolit szolgálat. A mindenki által jól ismert klasszikus dolgozta fel legutóbb a Mandala Dalszínház. A Hippolit bemutatóját ezúttal is Újfehértón, az Ajti Ferenc Kulturális Központban tartották. Az eredeti 1931-es magyar filmnek forgatókönyvét Zágor István írta. Vajda Katalin és Vajda Anikó ebből készítettek színpadi változatot 1990-ben. Ez szolgált a mandalások feldolgozásának alapjául. Számos dalt ki kellett hagyniuk a darab rövidítése érdekében, azonban a klasszikusokat meghagyták. Eisenman Mihály dalai természetesen itt is felcsendülnek. A prózai szöveg az olyan erős, hogy inkább rontani lehet rajta. Tehát nagyon kell figyelnünk, hogy a közönség majd hogyan alakítja át a játékunkat, mert ne felejtsük el, hogy a közönség a másik játszótárs. És ez az első olyan alkalom a mai nap, amikor néhányan be fognak ülni, és majd remélhetően reagálnak, ahogy mi szeretnénk. Hát ez majd ki fog derülni. Mindenesetre az előadás ritmusa, az körülbelül a 10. előadásán áll be úgy, amit az ember úgy elképzelhet. Hogy sikerült a darab ritmusát beállítani, és magával ragadja a közönséget a történet, az a későbbiekben kiderül. Hiszen nem ez volt az utolsó alkalom, amikor a Mandala Dalszínház játszotta az előadást. A Mandala Dalszínház elsősorban egy utazó színház, bár nyíregyházi székhelyen működik. Ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már márciusban lesznek előadások, és hát egyébként az Észak-Alföldi régióban is, tehát Hajdú-Bihar, illetve Borsod-Apó-Üzemplében is látható lesz az előadás. A nyíregyházi bemutatót pedig a 28. Mandala nyár keretében tervezzük majd. A szereplőkkel hosszabb interjút és a darabból részleteket a péntek esti Weekend című műsorunkban láthatnak. És
Bejutott az Európai Ifjúsági Kosárlabdaliga szuper döntőjébe a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as csapata. A kék cápák a sorozat szolnoki tornáját 3 győzelemmel és 1 vereséggel zárták, így összesítésben 7-1-es mérleggel csoportgyőztesként kerültek be a márciusi pécsi fináléba. Az Európai Ifjúsági Kosárlabdaligában első teljes szezonját töltő Nyíregyháza Blue Sharks ősszel hibátlanul zárta a kolozsvári tornát, így a második szolnoki megmérettetés előtt jó esélyük volt a cápáknak a szuperdöntőbe kerülésre. A fiatalok éltek is a lehetőséggel, már az első meccsen bebiztosították a továbbjutást, és végül 3 győzelemmel és 1 vereséggel, összesítésben 7-1-es mérleggel csoportgyőztesként értek haza Tiszapartjáról Mokászki Mátéjék. Titkon azért reméltem, hogy körülbelül ilyen eredményt fogunk elérni, de azért a két nap alatt 4 mérkőzés egy picit riasztott, és féltem attól, hogy esetleg a srácok nagyon nehezen fogják tudni átvészelni ezt az időszakot, és nehéz lesz számukra, de úgy gondolom, hogy óriási fegyvertény az, hogy egy másodpercig nem kellett arra bíztatnom őket, hogy hajtsanak és kaparjanak, ezt önmaguktól megtették, és ők is ott szerettek volna lenni, és úgy gondolom, hogy az egész csapat nagyon jól érezte magát Szolnokon. A Sitku Mártonnal együtt a torna válogatottjába bekerülő Fazekas Csaba örült annak, hogy a cápák éltek az első tornán megteremtett lehetőséggel, és magabiztosan jutottak a szuperdöntőbe. Első mérkőzésünkön a Kejle csapatával játszottunk. Igazából sokat nem tudtunk róluk, mert nem szkótoltuk le előtte. Arra kellett igazából figyelnünk, hogy sok jó kinti dobójuk volt, úgyhogy a zónánkat is úgy próbáltuk hasznosítani, hogy a jó dobójukat kivegyük a játékból. Ez szerencsére összejött, és ez sikerült őket megverni. Utána este játszottunk az Osztrava csapatával, aki szerintem könnyebb ellenfél volt. Annyira nem is hajtottuk ki magunkat, de ugye egy nap alatt 2 meccset játszottunk, szóval a következő nap ez meg is látszódott a teljesítményünkön, ugye kikaptunk 10 ponttal az egyik cseh csapattól, de ez már igazából nem osztott vagy szorzott, ugyanis bejutottunk a legjobb 8-ba, úgyhogy ez volt a lényeg. Az utolsó mérkőzésen pedig már úgy álltunk hozzá, hogy örömjáték, lesz, ami lesz, és hát sikerült megnyerünk. A nyíregyháziak az ész Keilát 73-64-re, a cseh Osztravát 163-ra, a szerb Mladost Zemunt 73-45-re verték, a cseh Prosztajovtól pedig 103-90-re kaptak ki. Sitku Márton szerint az országcsapatba kerülésben a társainak is nagy szerepe volt. Én úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozott és jó teljesítményt tudtam nyújtani, viszont ez nem sikerülhetett volna a csapattársaim nélkül, akik az egész torna során kiszolgáltak és jó helyzetbe hoztak engem. Az Európai Ifjúsági Kosárlabdaliga U20-as szuperdöntőjét március utolsó előtti hétvégén rendezik Pécsen. Továbbra is hibátlan ebben az esztendőben a nyíregyházi tekeklub együttese. Az NTK az NB1 15. fordulójában Budapesten és a Dinamo SC ellen nyert 5-3-ra, és sikerével átvette a vezetést a tabellán. Nehéz mérkőzésre számítottak a nyíregyháziak a fővárosban, ahol annak tudatában léptek dobóállásba, hogy meg kell szerezniük a győzelmét járó 2 pontot. A bajnoki címre hajtó NTK játékosai megbirkóztak a nyomással, és 3263 fát dobva 5-3-ra megnyerték a találkozót. Egyáltalán nem volt annyira sima ez a mérkőzés, bár nagyon fontos volt, hogy az első körben a Hoker Dezsőnek ugyan nem sikerült a pontszerzés, de a Magyarorsi Péternek 540 fával a hazaiak egyik legstabilabb játékosa ellen pontot tudott szerezni, és ez nagyon fontosnak bizonyult. Még a középső sorban igazából azt lehet mondani, hogy jócskán eldöntöttük magunk javára a mérkőzést, ugyanis a Fehér Béla 580 fa feletti teljesítménye, illetve mellette a Kastora Zsolt 551 fája pontot ért, és már ekkor közel 90 fával vezettünk, és 3-1 arányban vezettünk, és akkor a Szegő Leventének és jó magamnak már csak a csapatfát kellett úgymond megtartani, de bíztunk benne, hogy még egy-egy csapatpontot elhozunk. Nem sikerült, nem dobtunk rosszul, mindketten 540-541 fát dobtunk, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy a Nyíregyházi Tekeklub messze a legjobb teljesítményt nyújtotta ebbe a szezonban ezen a pályán, úgyhogy megérdemelten diadalmaskodtunk. A nyíregyháziak szombaton a középmezőnybe tartozó Gázművek MTE csapatát fogadják a Városi Stadion tekecsarnokában. Mindenki rendelkezésére áll Áski János edzőnek, úgyhogy a legjobb összeállításban is pályára léphetünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha a Gázművektől félnünk kell hazai pályán, akkor már régen rossz, akkor nem a bajnoki reményekért szállunk dobóállásba, úgyhogy mindenképpen bármilyen arányú hazai győzelem csak is az elfogadható számunkra. A legutóbbi fordulóban az addigi listavezető Eger vereséges szenvedett Gyulán, így az NTK állt a tabella élére, igaz, mindkét együttes 22 ponttal várja a folytatást.
Sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton a 2,1 millió dollár összdíjazású rotterdami ATP 500-as kemény pályás tornán. A világranglista 38. helyén álló nyíregyházi teniszező a 39. helyezett szlovák Klizánt verte 7-5-6-4-re. Fucsovics a második fordulóban a ranglista 20. helyén álló grúz Basilashvili ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Egyre nagyobb számban fordul elő a diabétesz a csecsemők és a kisgyermekek körében. Az elmúlt 30 évben megháromszorozódott az egyes típusú betegek száma. Amennyiben a diabétesz tüneteit a kisebb gyermekeknél nem veszik észre időben, úgy a betegség akár életveszélyessé is válhat. Megújult mosdók, új nővérhívó rendszer, mintegy 150 millió forintból újult meg a Jós András Oktató Kórház Sóstói úti pulmonológiai osztálya. A folytatódó munkálatok során burkolatot és szanitereket is cserélnek, egy másik projekt keretében pedig a nyílászárókat is korszerűsítik az épületben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 13-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök reggelig közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Párás lesz a levegő, éjszaka köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A nyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +1 fok között alakul. Csütörtök estig gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A nyugati, majd az északira forduló szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között alakul. A következő napokban döntően anticiklon alakítja térségünk időjárását. Északánként több helyütt képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet, amely helyenként csak lassan oszlik fel. Emellett az ország nagy részén hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, csapadék nem várható. Mindenhol mérséklődik a légmozgás. A nappali felmelegedés erősödik, a hétvégétől a csúcsérték már sokfelé meghaladja a 10 fokot. Főleg délnyugaton, nyugaton helyenként a 12-13 fokot is elérheti. Csupán a tartósabban ködös tájakon lesz hűvösebb idő.